Újra itt a Jótékony Ötös, melyben ezúttal mattot adunk Fortunának. Így állítjuk szolgálatunkba a szerencsét. Felkészültek? Kezdünk! Jótékonysági akciónk a héten komoly feladatra vállalkozik. Megpróbáljuk magunkhoz csalogatni az ötös lottó főnyereményét, mely 2 milliárd 555 millió forint. E cél eléréséhez komoly segítségünk lesz. Olyan valaki, aki akár egy lépésben is mattolja Fortunát. Szabó Krisztián, Székesfehérvár nemzetközi saknagymestere. Igazán színes egyéniség. Akciónk felkérésére gondolkodás nélkül igent mondott, így minden készen áll ahhoz, hogy megtorpedozzuk az ötös lottó kasszáját. Előzetesen azt hittem, a szerencsének vajmi kevés szerepe van a sakkban. Szabó Krisztián azonban már beszélgetésünk elején elárulta, Fortuna bizony a táblák mellett is megjelenik. Leül a két fél játszani egymással, és szépen a táblán eldől, de ezen kívül azért nagy szerepe van a szerencsének ott is hosszú távon, tehát én mindenképpen, mi mindig annak a híve voltam, hogy a kemény munkának szerintem kijön az eredménye, és hosszú távon a szerencse is azok mellé kedvez, akik nagyon keményen dolgoznak, és maximálisan a céljaikra összpontosítanak. Tehát szerintem olyan szempontból azért hasonlít ugyanúgy a többi sportra. Ha a sakkban is létezik a szerencse fogalma, akkor gondolom Szabó Krisztiánnak is vannak róla kellemes emlékei. Sakkban az nagyon gyakori versenyeken, hogy azonos pontszámmal érnek véget, tehát több játékosnak ugyanaz a pontszáma, és akkor ilyenkor úgynevezett ilyen mellékszámítások vannak, Buholz, Berger, ilyen nevek vannak ezeknek, amik gyakorlatilag abból állnak, hogy az ellenfelek pontjait, meg ellenfelek teljesítményeiből adódik össze, tehát ami egyértelműen a szerencsén múlik olyan szempontból, és hát az nagyon sokszor nekem szokott kedvezni, tehát én úgy érzem, hogy szerencsés vagyok ilyen esetekben. Krisztián, tudom, hogy ritkán lottózol, de most ki kell töltenünk egy szelvényt, ami akár 2,5 milliárdot is érhet. Jöhet az első szám. A 6-os. A 6-os azért az első számom, mert 6 évesen tanultam meg sakkozni, ugye hát ez egy elég felejthetetlen emlék olyan szempontból, hogy apukám vett egy számítógépet, és ott az nekem nagyon tetszett már, akkor még az elég régen volt, mert akkor még nem voltak ilyen modern programok rajta, emlékszem a sakk volt az egyik ilyen passziánsz, meg ilyenek mellett, és az nekem nagyon megtetszett. Hát természetesen az még nem egy ilyen profi sakk program volt, mint amiket már mostanában használok, hanem hát ilyen játékos, tehát betölts ezt a neve, biztos sokan ismerik. A figurák így harcolnak gyakorlatilag egymással a csatamezőnyen, és ez nekem annyira megtetszett annak idejé, hogy rengeteget játszottam vele. Nagyon kevés ember maradt meg annál a sportnál, ami 6 évesen tetszik meg neki. Szabó Krisztián viszont maradt a tábla mellett. Ezt elég nehéz megfogalmazni igazából kisgyerekként, maga a játék nagyon-nagyon tetszett. Szerintem a harc miatt, és ma, hogy viszonylag elég fiatalon egy-két, hát tehát úgy sikeresnek éreztem magam, tehát úgy elég jó voltam benne, legalábbis úgy családtagokat elég gyorsan sikerült már úgy legyőznöm, és ez akkora örömöt adott, hogy valahogy szerintem ez fogott meg. De mai napig is nagyon-nagyon szeretek, tehát még jobban, mint akkor, tehát ez azóta is nagy örömmel tölt el. Gyorsan haladtál a hazai ranglistán, pedig a kezdeti időszakban még kérdéses volt, milyen színekben sakkozol. Első versenyemre a nagypapám kísérte, mert pont úgy jött ki az egész, hogy ő ért rá egyedül, és emlékszem, hogy ott játszottam, akkor is viszonylag jól ment, és hogy többen felfigyeltek, és emlékszem, hogy volt egy ilyen érdekesség, hogy a nagypapámhoz oda mentek többen, hogy hát ki, ugye, milyen ez a fiatal ember, milyen színekben játszik mégis. Csak mert hát látjuk, hogy elég ügyes, és hát ugye a nagypapám azért ő is először volt még úgy velem, annyira nem volt otthon ezekben a dolgokban, és hogy elcsodálkozott, hogy kérdezték, hogy milyen színekben játszik, hát néha pirosban, néha sárgában, de nézzék meg, hogy éppen milyen pólóban van az adott pillanatban. Krisztián, az első számunk beixelve, jöhet a második. Második számom a 11-es lesz. 11-szer voltam magyar bajnok, ebben a korosztályos és a felnőtt magyar bajnokságok is benne vannak. Ezen kívül apukám 11-én született, akinek hát nagyon sokat köszönhetek az életben, mert hát azért mégis ő indított el ugye az első utamon, ő fedezte fel ugye itt a számítógépes sakkozásom után, hogy milyen jól megy, ő azért kicsit tud is játszani, annak idején még ilyen NB-kbe ő is játszott, és hát tényleg itt a családi támogatás nélkül itt nagyon nehéz lett volna bármilyen szintre is eljutni, tehát az mindenképpen óriási segítség volt. Ezen kívül a kisebbik húgomnak pedig a névnapja van 11-én. 11 bajnoki cím önmagáért beszél.
Melyik volt a legemlékezetesebb? Természetesen az első voltam, ugye a legemlékezetesebb, mert hát ugye akkor már azért 10 éves voltam egyébként, akkor már akkora voltam, hogy már értettem, hogy miről van szó, és akkor olyan tétje volt az egésznek, hogy aki megnyeri a magyar bajnokságot, az ingyen utazhat a világbajnokságra Spanyolországba. És emlékszem, hogy ez akkora motivációval töltöttem, meg akkora örömmel utána, hogy arra emlékszem a legjobban. Elérkeztünk a szelvény feléhez. Várom a harmadik X-elést. 13-as lesz a következő. Nekem a 13-as szám volt valahogy ugye az egyik legszerencsésebb, ugye még ezt szerencsétlen napnak tartják sokan. Nekem különösen a péntek 13-ák voltak olyanok, de az már csak azért is, mert ugye sokan mondták, hogy péntek 13, akkor elkezdtem úgy figyelni rá, hogy milyen lehet ez. Nem is gondoltam úgy különösen bele, hogy szerencsés vagy szerencsétlen lenne, de emlékszem, hogy 2 erős versenyemet is akkor szereztem meg az első helyet, tehát pont 13-án lettem az első. Tehát úgy érzem, hogy nekem ez inkább szerencsés volt, mint negatív. Úgy emlékszem, a Krisztiánok ráadásul 13-án ünneplik névnapjukat, de emellett is van egy érdekes indoka ennek a számnak. Székesfehérvár 13 betűből áll, ami hát ugye Székesfehérvár számomra mindig egy nagyon kellemes emlék minden szempontból. Hát ugye én itt születtem, most már nagyon sokat Pesten is vagyok, meg hát ugye egyéb helyeken, amikor versenyzem éppen, de ide mindig nagyon nagy örömmel jövök haza, és hát nekem mindig ez marad azért otthonom. Na, akkor most olyan szám kellene, ami szerencsét hozhat a Székesfehérvár vári gyerekeknek. A negyedik a 19-es lesz. 19 évesen lettem nagymester, és hát ez... Mikor elkezdtem sakkozni, és már egy picit becsöppentem ebbe a világba, akkor hát én tudtam én is, hogy ez ugye a legmagasabb rang, amit el lehet érni a sakkban, és hát akkor én azt eléggé keményen kitűztem magamnak, hogy hát én nagymester szeretnék lenni. Mindegy, hogy mikor, de minél hamarabb azért szeretném elérni, hát 19 évesen sikerült, és hát ez nagyon emlékezetes számomra, mert hát ez volt ugye az egyik legnagyobb teljesítmény életemben, amit úgy sikerült elérnem. A nagymesteri címet nem adják ingyen. Nagyon komoly eredménysort kell felmutatni érte. Hát ha jól emlékszem, egy 5 éven keresztül harcoltam érte. Úgy kell ezeket teljesíteni, hogy a 2500-as élőpontszámot elérni, illetve egy picit fölötte, és 3-szor kell teljesíteni a normát. Ez azt jelenti, hogy 3 különböző versenyen megvan, hogy hány pontot kell elérni erős nagymesterek ellen, tehát ami már önmagában is nagyon nehéz. Azért mondom ezt az 5 évet, mert mikor elértem, tehát előtte 5 évvel már volt rá esélyem, tehát már olyan mezőnyökben játszottam, hogy már nagyon közel jártam hozzá, de rendszeresen volt, hogy ilyen fél pontokkal elmaradtam, és hát sajnos azért nem kaptam semmit se, tehát következő versenyen kezdhettem előről. A kitartó munka azonban meghozta a gyümölcsét. Most mi is szeretnénk gyarapodni, méghozzá egy 5. számmal. Az utolsó szám a 90-es lesz. Nem csak azért, mert ugye ez a legutolsó szám, amit a lottó számok közül ki lehet tölteni, hanem azért, mert én még 90 éves koromban is profin szeretnék sakkozni. Ez egy másik nagy álmom, tehát még akkor is versenyezni szeretnék néha. Krisztián, ezzel új értelmezést nyert a hosszú távú terv kifejezés, hiszen egyelőre nagyon-nagyon messze vagy a 90 éves kortól. Mi viszont remélhetőleg közel kerültünk egy lottó ötöshöz, mely ezekkel a számokkal a miénk lehet. 6-os. 11-es, 13-as, 19-es és a 90-es. Szerintem nyerő szelvénynek tűnik. Szerinted is, Krisztián? Nagyon annak. Beszélgetésünk végére mattot is kaptam Krisztiántól, aki nagyon rendes volt velem, mert nagyjából már a második kérdés elejére eldönthette volna a partit. Így viszont volt időnk kitölteni a szelvényt, az ebben nyújtott segítségért hálásak vagyunk Szabó Krisztiánnak, akinek mi mást is kívánhatnánk, mint az eddigihez hasonlóan eredményes karriert legalább a 90. születésnapjáig. Nem tudom, Fortuna szokott-e sakkozni. Tőlünk minden esetre most mattot fog kapni. Remek számokból álló szelvényünk már is játékba került. A szombati sorsoláson ezzel már garantáltan lesz egy hibátlanul kitöltött szelvény. A jótékony ötös nyer, sakk, matt. A jótékony ötös főtámogatója a Glória cipő ortopéd szaküzlet. A jótékony ötös támogatója Székesfehérvár megyei jugúváros önkormányzata, az Ózon Kft., a Tilágó Kft. És az Osztrák Sörház.